Mindjárt megpróbálunk kikapcsolni megint a Kossuth téren, de még mielőtt ezt megtesszük, ugye arról volt, hogy az emberek mennyire előrelátóak, illetve nem, felolvasnék egy idézetet a miniszterelnöktől, aki 2021. januárjában mondta a következőket, és egy picit beszéljünk majd arról, hogy akkor mennyire várható el egy politikustól az úgynevezett előrelátás. Tehát 21. január, Orbán Viktor, elnézést, több szem többet lát, nagy idők kapujában állunk, ezek szó szerinti idézetek, hihetetlen gyorsasággal állunk majd emelkedő pályára, a világgazdaság is könnyen lehet, hogy korábban nem látott méretű növekedésnek indul, a magyarnak pedig még gyorsabbnak kell lennie. Egy olyan dimenzióváltás előtt van a magyar gazdasági rendszer, amit ma még kevesen értenek. Hatalmas fejlesztési forrásokat halmoztunk fel. Tehát ez volt másfél éve. Hát az árak emelkednek is rendesen. A dimenzióváltásban még nem vagyok biztos, meg a 1000 forintot még nem vezették be, de ha és hát azért tudjuk, hogy ha valakinek hihetünk ebbe a kérdésbe, ugye Matolcsy Györgyöt mégsem mondhatjuk azt, hogy baloldali fake news terjesztő lenne, tehát ezt azért szerintem az ellensége sem mondhatják. Tehát azért ő volt az, aki szólt, hogy Viktor, azért ez a kanyarban előzés, ez nem jött össze. De ebben az időben... Lerongyolódott gumikkal nem jó megpróbálni. Ebben az időben, tehát januárban, 21-ben még Matolcsy aranykorról beszélt, csak mondom. Jó, de utána, tehát a Gyurinak annyiban igaza van, hogy már nem egy tanulmányt, nem egy javaslatcsomagot tett le a Királyi Nemzeti Bank, és ezt tök süket fülekre talált. Tehát úgy ment előre a gőzmozdony, hogy nem volt előtte sírva. Mi a szomorú ebben, hogy a Nemzeti Bank által letett szakmailag korrekt anyagok mögött az esetek nagy többségében az a Nagy Márton állt, Akit éppen most nyírnak ki a szakmai hitelessége minden egyéb tekintetében, akár saját maga közben jöttével is. Jó, szóval a kérdésem az volt, hogy várhatjuk, hogy előrelátó legyen egy politikus, vagy menedzselje? Szerintem egy politikustól csak azt kell elvárni, hogy előrelátó legyen, de elfogadom, hogyha egyedül vagyok ezzel a véleményemmel. A napi politikai érdek az rendre felülírja az előrelátást. Neki 21. februárjában egy cél volt, hogy egyre jövőre rá megnyerje a választást. Szétszórni annyi pénzt, amennyit lehet, amennyiben van, elkölteni az összes fejlesztési forrást, letérkövezni negyedszerre is ugyanannak a városnak a főterét, hogy mindenkinek jusson pénz, aki a Holdudvarhoz tartozik. Ennyi. Ilyen egyszerű. Bocsánat, akkor most hadd kíséreljük meg még egyszer a Kossuth teret, lehet, hogy már 100 000-es tömeg van ott, úgyhogy György Gabriella a kolléganőmet szólítom, és itt is van. Szervuszok, üdvözlöm a kedves nézőket, demokráciát, jogállamot, kormányváltást, erre a névre hallgat a civil szervezet, illetve a Facebook csoport, akik megrendezték a mai tüntetést, és nagyon hangsúlyozták itt a mögöttem felállított színpadon, hogy kizárólag civilek által szervezett demonstrációról van szó. Az imént egyik felszólaló elmondta, hogy kevesen vagyunk, de többen vagyunk, mint Orbán Viktor dallasi beszédén. Nos, körülbelül ez jellemzi itt a létszámot. Néhány százan lehetnek itt Andrássy Gyula gróf szobránál a Kossuth téren, és ahogy említettem, civilek által szervezett demonstrációról van szó, de pártpolitikusokat is várnak. Azt mondták a szervezők, hogy összesen 60 civil szervezetet és 10 próbáltak megszervezni, hogy létrejöjjön a mai demonstráció, de ebből csak néhányan fogadták el a meghívást, úgyhogy Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarország a mozgalomnak az elnöke fog beszédet mondani, illetve a Jobbiktól például Brenner Koloman. Egyébként a főszervező nekem elmondta, hogy nem is csak az elmúlt évek intézkedései, hanem az elmúlt 12 év miatt hívták össze ezt a demonstrációt. Azt mondta, hogy neki is gyermekei vannak, akik iskolába járnak, és azt mondja, hogy ha elvégzik az egyetemet, akkor nem tudják, hogy külföldre menjenek, vagy itt maradjanak, és azt mondta, hogy ez az elmúlt 12 évnek a szüleménye. De az imént az egyik felszólaló például Keresztény Zoltán volt, aki elmondta, hogy még a rendszerváltás előtt nemzetközi kommunista rendszer volt, és ők elvtársaknak hivatták magukat, most a nemzeti kommunisták rendszere van, akik főispánoknak hivatják magukat, és természetesen azt is elmondta, hogy tulajdonképpen a rezsicsökkentés kapcsán az embereknek a megélhetése került veszélybe, és ez pedig egyszerűen ellentmond annak az ígéretnek, amivel nekiindult a Fidesz kormánya választásnak.
Köszönjük szépen, Gabi. Hát erre szokták mondani, hogy ha 12 év bírálatára kimegy 600 ember, akkor a Orbán Viktor kérhet egy kávét és hátradőlhet, de nem akarom elviccelni, és a kérdés az hozzátok, hogy várható-e, hogy kicsit fokozódjon a társadalmi elégedetlenségnek a kinyilvánítása is? Biztos, hogy várható, de nem most. Az első, nem amikor most. Megérkezik az első sárga csekk arról, hogy az eddigi 8000 forintos villanyszámla helyett 16, és a gázszámla pedig a 7-szeresére nőtt, akkor az elég sokan a fejük közt fognak kapni. Azok is, akiket az előbb úgy jellemeztem, hogy homokba dugják a fejüket. Egyébként az előrelátásra csak annyit, ugye például, nem tudom, hogy hallottátok-e a feltöltős villanyórákkal kapcsolatos anomáliát, ami mondjuk egészen elképesztő, hogy erre a jogalkotó nem gondolt akkor, amikor ezt a rezsi felcsökkenést bevezette a jogszabályok közé ismét, ugye, hogy azok az emberek, akik a legszegényebbek, és akik előre fizetik ki a villany fogyasztásukat, és egy bizonyos mennyiséget töltenek fel ugye a villanyórába is azt tudják elhasználni, ott a napi limit az összesen 7 kilowattóra, ami azt jelenti, hogy ha egyszerre vesz valaki 40-50 kilowattórát, ugye tudjuk azt, hogy 210 a havi arány, ugye ennek a 7 az a napra vetített arányos összege, akkor azt már teljes áron kapja, hiszen meghaladja az azon a napon igénybe vehető limitet. Tehát éppen azok, akik a legszegényebbek akkor, amikor az energiaszegénységről van szó, azok kapják a legdrágábban az áramot. Igen, de ugye ez az egyik dolog, amiben azt hiszem volt is valami korrekció, igen, most azt olvastam igen, a hírekben. Nyilván, de ettől függetlenül rengeteg ember. Persze, abszolút. Ilyen, mert egymás után, erről beszéltünk az előbb, hogy rá fognak jönni, hogy bedobták ezt a jogszabályt, rendeletet, nem tudom milyen, ti vagytok a jogászok, tehát az, és gyakorlatilag nem gondolták végig, hogy olyanokat is sért, akikre valószínűleg, hogy maguk a jogalkotók sem akarták megcsinálni, és akkor most jönnek ezek a kis visszalépések belőle, hogy korrigáljunk valamit. De bocsánat, itt megint egy kettőségre hagy mutassak rá. Ugye egyik oldalról van ez a slendriánság, és jó indulattal mondom a slendriánságot, hogy nem tudja, hogy a előrefizetős órába a legdrágább áramot veheti meg a szerencsétlen ember. Tehát ez az a slendriánság. Másik oldalról pedig ott van a nagyon pontosan kidolgozott érdek. Azt mondom, hogy a papírtapu bakancs beszállítója itt is megkeresi a pénzét, hiszen Holoda Attila mutatott rá arra az ellentmondásra, amikor ugye az ország leggazdagabb embere megvette a mátrai erőművet, akkor az áramárát emelték, majd amikor eladta ezt, és az áramszolgáltató, tehát az áramot továbbító cégekben vett részesedést, abban a percben ez fordított, megfordult, és a továbbítás, az áram továbbítási díja lett, hogy nehogy véletlenül rosszul járjon ebben a dologban. És akkor egy lépéssel ott vagyunk, hogy igen, sokan azt mondták, hogy azért nincsenek Magyarországon oligarchák, mert az oligarcha fogalmában benne van az, hogy a törvényhozás és a törvényalkotást is befolyásolni tudja az orosz oligarcha. Kérem szépen, mi van akkor Magyarországon? Világos. Egy nagyobb összefüggésre hadd kérdezzek rá, Magyarországon szinte mindenki dolgozik, és azt olvastam, hogy a magyarok európai vagy világviszonylatban is ezen belül nem csak hogy dolgoznak, hanem a legtöbbet dolgozzák, tehát a görögökről mondható még ezzel meglepő módon. Tehát ha sok magyar dolgozik sokat, akkor hogy lehet, hogy a magyarok az Európai Unióban hátulról a második, harmadik helyen, tehát a negatív bolyban vannak? Nem játszani akarok a szavakkal, mert ez túl komoly történet ahhoz, hogy elvicceljük, de azt mondtad, hogy sokan dolgoznak sokat, akkor én még egy szót hozzáteszek, hogy kevésért. Tehát ez az egyetlen magyarázat rá, mert gyakorlatilag az, hogy a vásárló erő mennyi ebből, az fogja megmutatni azt, hogy egy országnak a gazdasági helyzete hol van. Tehát a kormányzás dolga pont ez, nem? Alapvetően, hogy jól éljenek az emberek. Hát alapvetően körülmény. Oké, itt azt gondolom, hogy nagyon legitim filozófiai egyéb különbségek vannak, amik feszülhetnek.
adott esetben ugye ennek az asztalnak a szereplői között is, ki hol látja, miben látja az állam szerepét. A hozzám hasonló, mondjuk úgy, hogy liberálisok, bár ez nem divat így beismerni. Tehát mi azok abban hiszünk, vagy én abban hiszek, hogy az államnak az a dolga, hogy koordináljon, körülményeket határozzon meg, egyébként pedig utána üljön a fenekén, és gondoskodjon róla, hogy éjszaka legyen világítás és rendőr az utcán, ugye a szabad a klasszikusra élni. A probléma az, hogy még ezeket a dolgokat sem csinálja az állam normálisan, tehát belenyúl a dolgokba mindenhol, és az én véleményem szerint rosszul nyúl bele, rossz helyen, rossz eszközökkel, rossz módszerekkel, rossz mennyiségekkel. Lásd, a tegnapi, tegnap előtti hír, hogy meg lett duplázva a hitoktatásra félretett keret, most szerintem az államnak nem feltétlenül ez lenne a dolga, de szerintem az a dolog, az a feladat, hogy körülményeket határozzon meg, kereteket rajzoljon föl. Baloldali barátaimmal, ellenzéki kollégákkal lehetnek vitáink, hogy mi az, amiben még pótólagosan van helye az államnak, vannak is ilyen vitáink, és ebben nem egy doktrinál liberális álláspontot szeretek általában elfoglalni. Elhiszem, mert Magyarországon akkora társadalmi baj van, hogy itt a hozzám hasonló doktrinál liberálisnak meg kell hátrálni, és azt kell mondani, igen, jó, értem, hogy persze, mert muszáj, de az, hogy ezeket a vitákat se folytatjuk le, a kormány ezekben a vitákban nem áll bele, és a legfájdalmasabb dolog, hogy az ellenzéken belül se folytatjuk le ezeket a vitákat, mert az ellenzék például ott tart, hogy balosabb próbál lenni a populista kormánynál, és onnantól kezdve aztán semmi helye sincs a vitáknak. De egyébként igazad van, mert a vita alapkérdésekben, tehát gazdasági és társadalmi kérdésekben is le kell ezeket bonyolítani. Itt van, hogyha az energiánál vagyunk, például ugye a közszolg, a liberális alapbeállítás az, hogy a tessék privatizálni közszolgáltatókat, a vízműveket, minden legyen, működjön piaci alapon, és az állam, ahogy mondod, a szabályozással gyakorolja a hatalmat, a nép hatalmát. Azért az bebizonyosodott, éppen mondjuk a nagy áramszolgáltatók, meg különböző energiacégek révén, hogy bizony nem volt ez egy jó ötlet. És jó ötlet volt, ha jól megvalósították volna, a közszolgáltatók jelentős részének visszaállamosítása. Sok pénzért, de ellenőrizze az állam, mert a külföldi tulajdonosok azok abban voltak érdekeltek, hogy olyan gyorsan kivigyék a profitot, amilyen gyorsan lehet. De államosítsuk vissza, de utána ne adjuk oda Mészáros Lőrincnek, az meg megint nem jó. Igen, illetve gyakorlatilag ne az legyen, hogy az elképesztő veszteséget termelő igen, és céget utána pedig visszavásároljon. Ez történt. Igen, pontosan. Lenne még egy kérdésem, de majd a szünet után, mert hogy lejárt az első blokk, szóval rövid reklám, aztán innen folytatjuk a civilt.